A Neumann János általános iskola diákjai és a Falkok kosarasai dobóversenyen mérkőztek meg a 11-es Huszárúti Tömbelső Streetball pályáján, a szombathelyi önkormányzat csapata pedig a szombathelyi közterület felügyelőkkel csapott össze. A felújított pályát pénteken közösségi program keretében avatták fel. Teljesen új alapozást, 2 darab szabványméretű hang, illetve ütéscsillapítással ellátott rekordtemboítású streetball pályát tudott kapni, illetve teljesen új streetball palánkokat is ez a pálya, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek az örömét, illetve az egészségét fogja szolgálni. Ez a streetball pálya volt a legrosszabb állapotú. Az alapja töredezett, a felületén lévő hasadások között kinőtt a fű. Az aszfalt borításon pattogó labdazaja zavarta a lakókat. Európai Uniós top forrásból tudtuk nagy részt legalábbis ezt a streetball pályafejlesztést megvalósítani. 2014 óta, amióta én először voltam itt képviselőjelölt, azóta dédelgetem azt az álmot, hogy a nagyon leomlott állagú, gyakorlatilag a legrosszabb alapozással rendelkező streetball pályát fel tudjuk újítani. A top Európai Uniós keretből 15 millió forintot tudott kerekítve nyerni az önkormányzatunk ennek a projektnek a megvalósítására. De ugye mivel aztán maga a kivitelezés az a tavalyi évben indult el, és addig megemelkedtek az építőipari árak, ezért majdnem 6,5 millió forintot hozzá kellett tennünk saját önkormányzati forrásból is. A pályázati program keretében összesen 4 streetball pálya újult meg a városban.